Throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerk it like Molly. Don't pop it like Molly. Sziasztok emberek, én Kéro vagyok, és üdvözlök mindenkit az új videómban. Ebben a videóban meg fogjuk nézni azt, hogy milyen emberek vagyunk, vagyis hát milyen típusú emberek vagyunk. Találtam ilyen pár tesztet, az egyik itt is látható a képernyőn jelenleg, és ezekből mondjuk ez szerintem Facebookon is fent van, na mindegy. Meg fogjuk nézni azt, hogy milyen emberek vagyunk. Elolvassuk a kérdéseket és válaszolunk rá a megadott válaszokból. De nézzük az elején, milyen típusú ember vagy. Első kérdés, hogy legalább kapcsolatos tudásod jó részt honnan származik? Természetből, más emberektől vagy könyvekből? Hát könyveket nem nagyon szeretek olvasni, tehát abból biztos, hogy nem. Hát természetből nem tudom, de inkább más emberektől, az igen. Milyen típusú ember vagy, mi az, amit másokban a leginkább becsül? Szerelem, bölcsesség, bölcsesség. Melyik a leginkább rád jellemző? Egy jobb életre törekszem, sokkal gondoskodom másokról, szívesen vagyok emberek között. Az a baj, ezek közül szerintem kettő is jellemző rám. Vagy leginkább... Szívesen, hát legyen, szívesen vagyok emberek között leginkább, mert nem nagyon szeretek egyedül lenni, sehol, tehát komolyan. Milyen típusú ember? Ja, mik a terved a következő hétvégére? Szórakozás a barátokkal, elmegyek és eszek egy jót, jól kialszom magam. Hát jelen esetben például ezen a hétvégén az volt, hogy jól kialszom magam. Hogyan töltöd az ünnepeket barátokkal, családommal, egyébként családommal szoktam általában tölteni mindenütt. Válasz egy gyümölcs, görögdínya, banán, mangó. Most valami vagyok, hogy mind a kettőt nagyon szeretem, a banánt is, meg a görögdényét is, de ha választom kéne inkább görög. Válasz egy állatot. Jávor, szarvasi, gepárd, zebra. Gepárd. Nem tudom, miért ne kérdezzétek, gepárd. Jelenleg a legszívesebben aludnál, gondolkodnál, ennél. Gondolkodnék. Mikor tudsz a legjobban dolgozni? Napközben, éjjel, kora, reggel, napközben. Végül, de nem utolsó sorban, min tanakodsz a legtöbbet? Jelenen, a múlton, a jövőn. Sajnos a múlton. Na, nézzük eredmény. Kiszámítása, milyen emberek vagyunk. Elbűvölő ember vagy, egészen különleges kisugárzásod van, emellett mégis olyan áhatatlanosnak tűnsz, hogy mindenkit egy szempillantás alatt a kisujjad köré csavarsz. Kimondottan bájos vagy, egészen saját a stílusod, és van benned valami titokzatos. Mégis tisztában vagy azzal, hogy miről szól az életed valójában. És a legjobb, nem gondolod magadat túl fontosnak, nem csoda, tehát így mindenki oda van, érted. Mink ez nem olyan biztos, de az internet megállapította, hogy én egy elbűvölő ember vagyok. Találtam egy másikat, ami hasonló. Ez csak itt az, hogy jó ember vagy, nem olyan, mint az előző, mi is? Fogalmam sincs. Ez is egy hasonló kvíz lesz, ha nézzük, akkor ezt is a kádban ülsz, amikor hirtelen egy falon lévő pókra lesz figyelmesen, hogyan reagálsz? Hívok valakit, aki leüti, kirakom az erkére, gyorsan letusolom vízzel. Sajnos az ilyen kvízeknél általában az, hogy őszinte vagy, és én inkább gyorsan letusolom vízzel. Tudom, hogy nem szép dolog, de na. Találtál egy pénztárcát pénzzel, mit teszel vele? Elviszem a pénztárcát a rendőrségnek, de megtartom a pénzt jutalomként. Mindent átadok a rendőrségnek, mindent megtartok, ez van. Velem már fordult ilyen elő, és én a középső csináltam, átadtam mindent, tehát egy 5 forintot se vettem ki belőle, tehát én jó ember vagyok, tudja. Átmenél a piros lámpán? Csak ha senki sem látja, nem, megvárom, míg zöldre vál, persze soha nem figyelek a lámpákra. Én esküszöm, hogy soha nem mentem át, mint piros lámpán, tehát középső. Egy barát egy unalmas történetet mond, de mit teszel? Meghallgatom elvégre, erre vannak a barátok. Meghallgatom, de tekintetemmel tudtál azon, hogy abba kellene hagynia, szó nélkül ott hagyom. Hát ez változott, mert volt már az egyes, meg a kettes is, de most egy jó embernek tűnjünk, mondjuk azt, hogy meghallgatom. A szomszédodnak születésnapja van, és az éjszaka közepéig bulizik. Pedig te aludni szeretnél, mit csinálsz? Hívom a rendőrséget, megkérem, hogy legyen hallgabb, előveszem a füldugómat és megpróbálok a hangzavar ellenére is elaludni. Hát egyik sem, hogy ráhívnám a kommandókat. Hát nem, tehát ilyenért nem hívnék ki rendőrséget, vagy megkérném, hogy legyen hallgabb, vagy előveszem a füldugómat. Mondjuk ez attól függ, hogy melyik nap, mert szombaton, ha szólnak, ugye akkor
engedélyez van, de csak így mondjuk kedden vagy szerdán este csinálja, akkor viszont lehet megkérni, hogy legyen halkabb amúgy. Legyen most a középső, most legyünk kicsit rosszak is már. Egy idős, hogy megpróbál átkelni egy forgalmas úton, sejtesz neki? Igen, ez magától érthető. Vagy értetődő, de értetődő. Mi is hallotta még ezt a szót? Nem, ezt valaki másnak kell megtennie. A hangulatomtól függ. Igen, ez értető, de már is felejtettem a szót. Egy jó barátomnak van egy maszat az arcán. Szólsz neki? Igen, miközben kinevetem. Nem várok, ami magától észreveszi. Igen, finoman a tudtára adom. Hát attól függ, hogy milyen maszat van az arcán, mert lehet, hogy kinevetném. De... legyen az igen finom a tudtára adom. Na, mondjuk legyen ez. Egy kis gyereknek leesik a fagyi a földre. Életre kell a kár örömöd. De még hogy. Egy kicsit igen, de ezt nem mutatom a gyereknek. Nem, tényleg sajnálom a gyereket. Egy kicsit, hát igen, sajnos igen, lehet. Adnál egy hajléktalannak pénzt? Igen, ez rendszeres előfordul, csak ha egy utcai zenét, nem sajnálom a pénzem ilyenre költeni. Olyan én nincsen, hogy csak ritkán adok, mert ritkán adok, de nem rendszeresen. Tehát nem úgy, hogy látok egy ilyenben, én szavaszok, mint egy 20 000-es tessék. Tehát nem csinálok ilyet, de viszont olyat se csinálok, hogy soha nem adok, tehát... az elgondolkodtad. De inkább legyen az, hogy rendszeresen. Felszáll a buszra egy terhesnő, átadod neki a helyet, ez természetes, csak ha senki más nem teszi meg. Nem úgy teszek, mintha nem is láttam volna, ez persze természetesen egy emberi gesztus. Te egy igazi angyal vagy, egy csodálatos ember vagy, betartod a szabályokat és segítesz az embertársaidon. Nagy hangsúly fektesz a rendre és jogosságra, de arra is, hogy ne árts másoknak, vagy hogy nehogy megsérts másokat. Ha csak olyan emberek lennének a világon, mint te, akkor nem lenne egy háború sem. Mindjárt elrepülök. Na, találtam még egyet. Ez a látást, ezt megállapítja, hogy milyen ember vagy. Tehát itt ilyen dolgokat kell majd kilátni ilyen izéikből. Mondjuk már az elsőt nem látom ki, hogy mi az. Tényleg mi az első? Melyik számot látod? Fú, basszus. Fogalmam sincs. Hát 13, nem tudom. Melyik állat látható? Oroszlán, ló, varjú, elefánt. Ó, hát egy zsiráfat látok ilyesmiszen. Vagy ló, inkább ló, arra hasonlít. Na, melyik szint beszél részre először? Kék. Vagy kék, igen. Melyik szín eltérő? Ugyanolyan. Mi látható itt? Lepke, méh, fa, fej. Hát lepke, gondolom. Melyik állat rejtőzik a képen? Nyúl, ló, tigris, panda, nyúl. Nyúl, ezt kilátom. Melyik irányból látható az ember? Előről, oldalról, előről. Melyik irányból forog a kör? Óramutatójával megegyezően, óramutatójával ellenkezően. Hát fogalmam sincs, de mintha balról forogna a jobb irányba. Tehát óramutató járással megegyezően. Utolsó előtti melyik szín hoz leginkább? Hát jelenleg a piros. Nekem az hozott a legjobban. Mire ejlik a képen? Állatszemély, legendás, nincs semmi, ez csak egy erdő. Hát semmi, csak egy erdő. Nézzük, Erik, nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Te egy perfekcionista vagy. Egy perfekcionista vagy mi? A te szerint remek a látásod, és odafigyelsz a részletekre, élvezed a sikert, és keményen dolgozol a céljaidért. Nem szereted, ha a dolgok nem a tervezett módon történnek, ezért mindenre odafigyelsz. Nem akarsz hibákat követni, ezért a maximumot nyújtod. Ennyi. 3 tesztből 3 teszt szerint jó ember vagyok. Na de viszont gyerekek, ez lett volna az utolsó ebben a videóban. Ha tetszett nektek ez a videó esetleg, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, és ha úgy látom, hogy bejönnetek, akkor kipróbálok más dolgokkal is, csak nem ilyen jó emberrel, vagy nem ilyenekkel, hogy jó ember vagy, hanem mással.
Na de a téren tetszett a videó, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, én Géro voltam. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Huh, here we come. Here we come.